Éjszaka fogták el ezt a 16 illegális bevándorlót Csongrád megye déli részén. Vannak közöttük, akik Elefántcsontpartról és Sierra Leone-ból menekültek. Az sem ritka, hogy gyerekek jönnek. Tavaly például egy 12 fős csoportot tartóztattak fel. Az 5 és 15 év közötti gyerekek már 16 hónapja gyalogoltak Afganisztánból Nyugat-Európa felé. Többször is veszélyben voltunk, sokszor nagyon féltünk a rablóktól, hogy ne vegyék el azt a kis pénzt, amit utazásra tettünk el, mesélte egyikük. A Csongrád megyei 62 kilométeres határszakasz védettségének már Dél-Európában is híre van. Már Görögországban ismert az a tény, hogy a magyar rendőrség a szerbiai határszakaszát meglehetősen hatékonyan zárta. A határszakaszt hőkamerákkal figyelik, és folyamatos a járőrözés is. Európában tavaly a szegedi rendőrök fogták el a legtöbb illegális bevándorlót. 2012-ben 2 híján 4700 hatásértőt fogtak el a rendőrök Csongrád megyében, illetőleg 109 embercsempészt. Ez az illegális migránsok vonatkozásában mintegy 60%-os emelkedés, míg az embercsempészek vonatkozásában pedig egy 30%-os emelkedésről van szó. Az elfogottak közül egyre többen kérnek menedékjogot. A befogadó állomásokon jelenleg csak nem ezren várják, hogy elbírálják kérelmüket. Az elmúlt évben a lefolytatott eljárások arányát figyelembe véve kb. 30%-ban biztosítottunk valamilyen nemzetközi védelmi formát. Ez lényegesen több, kétszer annyi, mint az előző évben. Az illegális bevándorlók száma úgy tűnik idén sem csökken. Csongrád megyében az elmúlt 2 hónapban csak nem 1300 illegális határátlépőt fogtak el. Emiatt nemrég újabb 81 rendőrt állítottak itt szolgálatba.